dr. Tamasi József, orvos, belgyógyász szakorvos, valamint a népegészségtan szakorvosa. Miniszter által kinevezett honoris causa vizsgáztató, állami vizsgák vizsgaelnöke. Természetgyógyászati területek szakértője. Elsősorban a természetes gyógymódok és az egészséges életmód területén könyvek, tankönyvek szerzője. Az Orvosok a tisztánlátásért csoport egyik alapítója. Az az orvosunk, aki az orvosi esküjéhez mérten védte és óvta az embereket a média megvezetésével szemben. Számtalan embert mentett meg, akik nélkül, az ő információi nélkül sokkal nagyobb bajban lennének. Aki vállalja a rosszul meghozott döntések következményeinek orvoslását. Az idei Szent Györgyi Albert díj idei birtokosa. Fogadjátok őt szeretettel! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a bemutatást. Én csak az első néhány mondatot írtam, amikor kérte az infókat. A második felét azt az Erzsi tette hozzá. Szóval... Sok beteg keres fel az utóbbi hónapokban az oltások mellékhatása miatt. És azt kell mondjam, hogy tényszerű, hogy nagyon sok ember beteg azért, mert beoltották. És hát hogy van ez? Az orvostudomány azt propagálta, hogy ezt az oltást ezt föl kell venni, miközben egyre nyilvánvalóbb, hogy nem volt mi ellen fölvenni. Igazából nem voltunk veszélyben. És akkor most hogy van, hogy akkor az orvos, akiben azelőtt bíztunk, és mentünk hozzá, hogy megoldja a problémánkat, az kvázi elbukott, mert valami olyan propagandának ült fel, és valami olyan dolgot kényszerített ő is, ami már nincs, ami hazugság volt. És nyilvánvaló, hogy szánt szándékkal titkolják ezeket a betegségeket, haláleseteket, problémákat, amiket keltettek az oltások. És hogy lehet, hogy az orvosok ennyire megtévesztettek, hogy ennyire félretájékoztatták őket, és ők ezt ennyire elhitték, vagy ennyire beálltak ebbe a sorba. Hát megmondom őszintén, hogy én magam is elég sok változáson mentem keresztül ez alatt a 3 év alatt. Sok olyan videót készítettem korábban, hogy le lehet cserélni a gyógyszereket természetes gyógymódokkal, vérnyomás csökkentő szert el lehet hagyni. De soha nem vettem annyira komolyan, hogy a gyógyszerektől az ember próbáljon meg eltávolodni, mint ahogy most a 3 év tapasztalata alapján teszem ezt. Miért? Mert azt látom, hogy agymosáson mentünk keresztül az egyetem alatt. Egy olyan agymosáson, föl se fogom, hogy lehettem vevő erre. De ezt olyan hitelesen adták elő, hogy az ember bevette. Az volt a propagandának a lényege, amit az egyetemen kaptunk, hogy az orvostudomány az kísérletesen bizonyított gyógyszerhasználat. És ez nem igaz. Az orvostudomány az nem csak a gyógyszereknek a használatát jelenti, de olyan körmönfontan és ügyesen belevezették a magyar jogrendbe, mint ahogy a világ más országaiban is, belevezették a jogrendbe, az oktatásügybe, mindenbe, hogy az orvosokat így képzik ki, hogy amikor elvégezte az egyetemet, akkor
diagnosztikai eszközöket használ, és gyógyszereket használ a meggyógyításra, mert az tényszerű, mondják ők, mert az teljesen objektív, az úgy hat, ahogyan leírják. Csak hát nem láttuk ezt a rengeteg csúsztatást meg hazugságot, amit most felderítettünk, hogy a COVID-oltás kapcsán, meg a COVID-program kapcsán, hogy mindent csúsztatnak. Igen, vannak gyógyszerek, amelyek bizonyos dolgokat meg tudnak oldani. De ma mi történik? Egy idős ember legalább 6-8-10 féle gyógyszert szed folyamatosan. Folyamatosan. Minek? A folyamatos szedésével nem gyógyul meg. Azzal mindegyikkel egy-egy tünetet akarnak csökkenteni, és azt hiszik, hogy ha az éveken keresztül valaki szedi, akkor az kvázi egy normális állapot. Hát nem az. Tehát az orvoslás egy totális téveszmében van, mégpedig abban a téveszmében, hogy gyógyszerekkel egészséges, normális állapotot lehet fenntartani. És még ha csak ennyi lenne a dolog, de nem ennyi. Időközben a gyógyszeripar összefonódik az élelmiszeriparral. Olyan élelmiszereket gyártanak, amitől olyan betegséged lesz, hogy azt a gyógyszert, amiben ő érdekelt, azt kell megkapjad. Úgymond a protokollok szerint, ami teljesen hamis, az egész egy hamis gyógyítás, mert nem erre valók ezek a gyógyszerek. A gyógyszer az arra való, hogy átmenetileg valamit segítsen. Szóval eljutottunk egy olyan fázisba, ahol ez a tengernyi agymosásban részt vett orvos, ez egy katonaként eladja a gyógyszeriparnak a termékeit, és eltüntette azokat a nemes eszméket, amelyekről itt a mai nap során már hallhattunk, és hallani fogunk a következő napokban, amiben az ősi, orvosi gondolkodásnak a fontos elemei még megvoltak. Milyen ősi elemekről gondolok, és miről van szó. Hát ugye az egy fontos elv, hogy adjunk meg mindent a testnek, az embernek, hogy ő maga meggyógyítsa a problémát. Ez teljesen kiveszett. Most az van, hogy a gyógyszerrel akarják kiirtani a csíráját és a bajnak, ami nem megy, tehát nyilvánvaló látszik, hogy ez nagyon átmeneti, nagyon gyenge lábakon áll, ugye mondjuk egy kemoterápiás szerrel eltüntetni a daganatot, vagy egy antibiotikummal a kórokozót a testből, mikor több ezerféle baktérium van a testünkben, és nyilvánvalóan nem tud mindent eltüntetni, ezek társadalomban élnek, ezek a baktériumok. És hát van ez a vírus tan is, ugye, ami olyan, amilyen, vagy van, vagy nincs. Itt is valamit próbálnak súlykolni, hogy a vírusokat is, hogyha az ember állandóan kivédi, meg kiírtja, akkor teljesen jó lesz. Seregnyi más oldala van ennek. És itt is az első számú biztos pont az a szervezetünknek az ellenálló képessége, és nem pedig az a gyógyszer, amivel ezt a vírust úgymond el lehet pusztítani. Na aztán milyen elvek vannak még? Ismerték például őseink gyógyászatában az ima, a ráolvasás, a fohász jótékony hatását. Nagyon kevesen tudják, hogy teljesen magas szintű tudományos bizonyítékok vannak arra, hogy az ima az gyógyít. Olyannyira, hogy mondjuk, ha imádkozunk valakiért, akit nem is ismerünk a föld túloldalán, de valami módon tudomásunk van róla, hogy ő ott van, és hogy valamilyen baja van,
ha imádkozunk érte, akkor ez bizonyíthatóan jobban gyógyul, mint az a személy, akiért nem imádkoznak. A gyerekeimmel annak idején megcsináltattam ezt a kísérletet, hogy ugye két cseré bab, az egyiket azt dicsérik, és pátyolgatják, és mindenféle szépeket mondanak rá, a másikat megszidják, és a gyerekek ezt megtapasztalták, az én gyerekeim, hogy ez szépen fejlődött, az meg ilyen göcsörtös kis kaszvat valami lett belőle. Aztán a héten hallottam egy előadást, amikor rádöbbentem, hogy ezek az energiák, ezek nem csak az élőlényeknél működnek. A fiunk Japánból tért haza, 2 év után, a japán felesége van, és elmesélte, hogy ott az iskolában azt is megcsinálják a gyerekeknek ilyen tanfoglalkozásként, hogy megfőzik a rizst, és az egyik rizsfőzést azt dicsérik, a másik rizsfőzést azt megszidják. És az a rizs, amelyet dicsértek és szerettek, az bizonyíthatóan sokkal több napig tiszta és jó ízű, míg a másik pillanatok alatt megromlik, megpenészedik. Szóval, és ezt az iskolában megcsináltatják ott Japánban a gyerekekkel. Mert ők ugye hiszik azt, hogy minden szónak, minden kiejtett szónak ereje van. Szóval az ima, a fohász, a ráolvasás, ezek nem babonák. Az, hogyha valaki műtét előtt imádkozik, és azt kiátkozzák az orvostársadalomból, ez egy balgaság, butaság, középkori butaság. Ismerték őseink a hangot, a hangszereket, dobot, dorombot, énekkel, hangokkal, zenével, mantrákkal gyógyítottak. És ez azon a felismerésen alapult, hogy a hang, a rezgés a világegyetem lényege. Minden él, ami rezeg. A betegség az egy rossz rezgés, amit annak idején a táltos jó hangokkal gyógyított. A mantrák pozitív jelentésűek, ritmikus hangzású szavak, mondatok, amelyeket folyamatosan ismételnek, és ezek pozitív energiákat hoznak létre. Ugye ennek az ellentéte az a hangulat, amit én nagyon sokszor megtapasztaltam a kórházi osztályon. Az orvosok egymás munkáját kritizálják, szidják, a beteget a beteg háta mögött folyton lesajnálják. Ez nem ritkaság. Nehogy azt higgyék, hogy az a kedves doktor, aki ott teszi a szépet, és jó nagyra tárja a zsebeit, az mindig olyan természetes módon is. Sajnos nem. Aki belülről látta ezt a dolgot, az tudja, hogy ezek a dolgok, ezek a viselkedések, ezek nem őszinték. És ezeknek hatása van. És hogyan hat? Úgy, hogy kevésbé gyógyul a páciens. Aztán használták például az izzasztó kunyhót, a szaunát, izzasztó kamráknak a rokona ez ugye. Benne összegyűltek, találkoztak, beszélgettek, találkoztak az őselemekkel, föltűz, víz, levegő, éter, ugye indiai gyógyászat alapja, hasonló a kínaiban is. Mert hogy annak idején ezek a gyökerek az indiai-kínai kultúrával valahol találkoztak. Valahol rokon felfogás uralkodott, és az, hogyha valaki egy izzasztó kamrába bemegy, annak van egy spirituális, szimbolikus jelentése is, meg van egy olyan fajta hatása, hogy a testet stimulálja, hogy az magát jobban tudja gyógyítani. Annak idején, mikor én Németországban dolgoztam, 90-91-ben, ott még akkor engedélyezve volt a lázterápia.
nagyon sok ilyen krónikus betegnél sikeresen alkalmaztuk, beadtunk egy olyan szert, amitől lázas lett, és ez a láz, ez kiirtott utána visszatérő fertőzéseket. Aztán betiltották ezt, és mint ahogy most nap mint nap tapasztaljuk, hogy mindenféle hasznos természetes alapon álló nagy mennyiségben elállított gyógyszert valami módon elérik, hogy leállítsanak. Tehát egyszerűen le akarják tüntetni azokat a készítményeket a piacról, amelyek még a természetes gyógyászatban valóban hatékonyan tudnak közreműködni. Mert ezek nem azt csinálják, hogy egyetlen valamit elintéznek a szervezetben, egy baktériumot, egy funkciót, egy enzimet, egy mirigyet, és így tovább, egy daganatot, hanem ezek a szervezet egészét tudják erősíteni. Szóval visszatérve még erre a lázdorogra, azt is mondták ugye mindig, hogy az, aki nem tud lázas lenni, az sokkal inkább fogékony súlyos betegségekre. No, ezt elő lehetett idézni, hogy tudjon lázas lenni, mondjuk egy izzasztó kunyhóban, vagy a szaunázással, vagy bármi ilyesmivel. Szóval az ősi felfogás sokkal szélesebb az orvoslásról, mint amit ma csinálnak. Ugye a mai gyógyszerek, azok egy nagyon szűk spektrumot ölelnek fel az orvoslás repertoáriából. Nagyon szűk spektrumot, és ez a szűk spektrum, ez, ha ezt úgy gondolják, hogy ezt tartósan kell alkalmazni hosszabb távon, akkor ez betegséget fog okozni. Maga a gyógyszer fog betegséget okozni, mint ahogy látjuk az oltások kapcsán is. Hát sajnos innentől kezdve a valamennyi oltásban az embernek kétsége van, nem csak a Covid oltásban. De hát ugye ez a program, amit szeretnének keresztül vinni, és nincsen más lehetőségünk, mint hogy önöket is, meg mindenkit arra biztassunk, hogy csatlakozzonak a józanul gondolkodó közösséghez, mondjuk a Skita Egyesülethez, töltsenek ki belépési nyilatkozatot odakint, mert azzal tudunk tömegesebb testületté válni, és nagyobb hatást gyakorolni a még alvókra. És ha sokan vagyunk, akkor ezt tudja leállítani, ezt a démonikus programot, ami most fut a világban. Na, még visszakanyarodva, az a baj, hogy nem osztam órát föl, hogy mondd már létszős időket, hogy ne túl sokat beszéljek. Ja, jó, akkor még van időm. Szóval, miket használtak még, amit ma egyáltalán nem használnak? Ugye ez számtalan szó volt ma arról, hogy van energetikai áramlás a testben. Ugye a kínaiak a meridiánokat tartják számon, az indiaiak a csakrákat, meg a másként nevezik ugye ezeket a vájuknak, ezeket a vezetékeket. Tehát van energiaáramlás, és ez az energiaáramlás, ha elakad, akkor az orvosnak a dolga, hogy ezt felszabadítsa, hogy szabaddá tegye a testben való áramlást. Ilyen például ugye a csontkovácsolás, a masszázs, kenésnek nevezték, a kificamodott különböző ízületeknek a helyremozgatását, a fájó csontok ilyen manuális kezelését, testrészek helyrerakását. És ugye azzal, hogyha ilyen csontkovácsolást végez valaki, akkor az ő saját energiájából is hozzásegíti a pácienst. Ehhez is érteni kell. Jártam olyan koreai klinikán, ahol azt csinálták, hogy így helyre mozgatták az ízületeket. Akupunktúrás tűket odaszúrták be, ahol a legfontosabb, egy vagy kettő tűt, és a járás képteleneket felállították, elkezdtek vele sétálni a folyosón leföl, és egy körülbelül 10 perc múlva az illető maga járt. És ez tömegével, tehát nem úgy, hogy ez ilyen csoda számba megy, hanem ez volt a módszerük. Mert az energiaáramlást újra beindították, azt, amitől egyébként elakadt, és megrekedt, és járásképtelenné vált. Terápiásan használták a hőt
a melegítést, az izzasztást, a vízgyógyászatot, az iszappakolást, az agyakterápiát, a köpölyözést. Na, mik is ezek ugye? Talán Kneippát erről már hallottak, ő a vízgyógyászatnak az európai egyik legnevesebb képviselője volt. Bad Wörishofenben élt és ott dolgozott, és nagyon beteg volt, amikor rátalált Prisnitznek a munkásságára és Prisnitz vízkúráira, és akkor azt ő tovább módosította, és ilyen szelíd vízgyógyászatot alapított belőle, hogy a hideg vízzel rövidebb ideig, a meleg vízzel hosszabb ideig kell hatni. Na, ezt is ismerték az őseink. Mikor Kneippáter eltávozott ebből a világból, az ilyen világgyászhírként terjedt el mindenütt. Tehát egy ilyen sok volt, hogy Kneipp már nem él, mert zarándoklatok mentek Bad Wörishofenbe, és ő egész ilyen, hát ma ilyen kisipari dolognak tűnhet, de iparosította a vízgyógyászatot. Hatalmas vödrök, dézsák, azokat felhúzták, öntötték, kezelőhelységeket alakítottak ki, és így tovább. Tehát egyszerűen ráállt arra, hogy az ember a saját képességeit stimulálni tudja, hogy gyógyulni tudjon. Mert ennek ez a lényege, hogy olyan hatásokat kapunk, olyan fizikai, mechanikai hatásokat, amitől a saját betegségeinket helyre tudjuk állítani. És ugye ezt még tovább fokozza az, hogyha például iszappal kezeljük a testet, amiben különböző ásványi anyagok és fontos mikroelemek vannak, ezek felszívódnak a bőrön keresztül, tudnak csillapítani fájdalmakat. És hát itt a diéta, aminek fontos képviselője és leírója volt már Hippokratész is. Dajtja, azt mondta, a dajtja az nagyon fontos. Azt semmivel nem lehet pótolni. Sajnos ugye nekem is egy alapvető módszerem, hogyha valaki meg felkeres, hogy a diétát először tekintsük át, hogy hogyan táplálkozik és mit kellene változtatnia. Sajnos sokan úgy gondolják még mindig, hogy a diéta az egy ilyen mellékes szempont, mert ezt hitették el velünk az egészségügyben. Hogy persze, szedje a gyógyszereket, az az alap, az a tudomány. A diéta az olyan, menjen el oda, és aztán fogadja meg, amiket mond a diétás nővér, de úgy annak olyan nagy jelentősége nincsen. Hát persze, a kórházi diéta, aminek csak az a lényege, hogy ne legyen cukorkómás, vagy ne kapjon egy ilyen akut gyulladást azonnal, annak nincsen más jelentősége. De az a diéta, mondjuk a bőtkúra, az arról szól, hogy nem eszek, és a szervezetemet képesebbé teszem arra, hogy ne az emésztéssel, meg az anyagcserével foglalkozzon, hanem a gyógyulással. A mi módszertárunkban a bőtölés az általában, akinek a testsúlya engedi, az 3 hétig szokott tartani. 3 hét legalább. Van, akinek 6 hét, van, akinek még több, de ott már kell kiegészítő kezelés is. Szóval egy ilyen 3-6 hetes bőjt csodát tesz az emberrel. És hogyha utána ezt egy megfelelő diétával folytatja, akkor az nagyon sokat változtat a szervezetnek a megküzdő képességén. A bőtkúráról egyébként írtunk könyvet is, és az ott kin megtalálható most kedvezményesen. Hogyha valakit ez érdekel, akkor rövidebb bőtöket annak alapján meg tud csinálni. A hosszabb bőthöz, meg hogyha az embernek sok gyógyszer felírása van, amiket kell szednie, ahhoz azért kell az orvosi vezetés. A rövidebb bőt az azt jelenti, hogy egy hetes maximum. Azt az ember minden további nélkül egyedül megcsinálhatja. A lényege az az, hogy az ember sok folyadékot iszik,
és nem eszik semmi darabosat. Miket iszik? Vizet, gyógyteát, frissen préselt levet, levest, az is egy ilyen speciális, csak folyékony leves, zöldségleves, és a gabona tej vagy gabonapép. Na, ezekből áll össze a reggeli ebéd vacsora a bőt alatt, és rendkívül ízletes tud lenni egy kis leves egy hét bőt után. De az embernek van elszántsága, és általában, hogyha már panaszai vannak, és attól mindenáron meg akar szabadulni, akkor van elszántság. Amikor még nincs panasz, akkor kevesebb, akkor kevesebben vannak vállalkozók. De a kis elszántsággal rendkívül nagy sikerélményeket tud az ember összeszedni a bőtkúrákkal. Tehát a bőtöt is alkalmazták az őseink. A rövidebb, hosszabb ideig bőtöltek. Ja, láthatjuk egyébként, hogy az állatvilágban is ismerik a bőtöt. Mondjuk a fecskék, a vándorló fecskék, amíg leérnek Afrikába, addig nem esznek. Vagy a vándorló halak több ezer kilométert vándorolnak a vízben, és bizonyították tudósok, hogy nem esznek semmit az alatt, az idő alatt. Tehát a fizikai erő nem attól függ, hogy eszünk vagy nem eszünk. Nem az evés biztosítja az energiát azonnal. Persze hosszabb távon nem jó csontbőré válni, az odáig nem megyünk el, és akinek nincs testsúlytartaléka, annak nem is szoktunk bőtkurát vagy hosszabb bőtkurát javasolni. Na, csináltak érvágást. Mi az érvágásnak a lényege? A sűrű vért lebocsátják, és így a szervezet elkezdi magát higítani. Vagy a vérből bizonyos anyagokat leszívnak. Ugye ez vannak például a piócázás. A piócákkal megfelelő pontokon tudtak olyat elérni, hogy az ott lévő fölösleget egyszerűen lebocsátják. Ugye ősi gyógyászatban ismert volt, hogy a nők például a vérzéssel a felesleges salakanyagokat el tudják távolítani. Most, hogyha ilyen salakanyagok állandóan keletkeznek a szervezetben, ilyen felesleges anyagok, akkor arra a női periódushoz rá tud állni, hogy azt mindig a menstruációs vérzéssel távolítja el. Ez persze nem jó, mert ez akkor mindig átszövi az egész méhet és a környező szöveteket, és hajlamosabb lesz az ilyen megbetegedésekre, az ezekkel kapcsolatos megbetegedésekre. De a vér az kétségtelenül folyamatosan szállítja a rossz anyagokat a szervezetünkben. És azt is látjuk, hogy van például olyan, akinek a vérnyomása normális, de a feje az mindig vörös. Láttak már ilyet? Mindig vörös a feje. Az azt jelenti, hogy tolul a vér a fejében, valamiért oda kerül a sok vér, és ott túlnyomás van, de a vérnyomás mérő a karján meg normálisat mutat. Na, ilyen dolgoknál ugye nagyon jól működnek ezek, például a vízgyógyászat, hogy a lábat kell hideg-meleg hatásnak kitenni, és akkor az lehúzza ezt a tolulást a fejből, és mindjárt megszűnik az állandó migrénes fejfájása például. Mert azzal sem nagyon tud mit kezdeni a mai orvoslás, azon túl, hogy folyamatosan szedje a migrén fájdalom csillapító gyógyszereket. Szóval, hogyha ezeket a módszereket az ember... 15 perc? Nem akarom túlhúzni. Jó, tehát ha ezeket a módszereket az ember megismeri, ennek egy jelentős részét lehet öngyógyításban odahaza használni. Nem kell mindennel orvoshoz rohanni. Délelőtt például itt valaki rosszul volt, és odahányt a ruhájára. És akkor oda hívtak hozzá, hogy
akkor mit kell azonnal tenni? Most mi történik egy szokványos ilyen csoportban? Általában azt szokták tenni, hogy rögtön kihívják a mentőt, és akkor azok ott vagy valami gyógyszert beinjekcióznak, vagy beviszik a kórházba. Elmondta, hogy igen, volt neki már szívinfarktusa, de nyilvánvaló volt, hogy most nem ez okozza a problémát, a tüneteiből, panaszaiból, amit ott láttam. És azt mondtam, hogy valami, nyilván valami rosszat evett, és akkor most ezt ki kell pihenni, le kell feküdni. Most azóta fekszik valahol. Tehát nem az a megoldás, hogy mindig ráhagyjuk a gyógyszereket eladni akaró egészségügyre a dolgokat, hogy vigyék be, és akkor majd ott megoldják. Tisztába kell tenni, és pihentetni kell, és kicsit az étkezését vissza kell ilyenkor fogni, ne egyen, hanem inkább igyon, kortyomként, majd később, amikor már elmúlik neki ez a hányingere. Vagy a gyerekek, ugye nagyon sok szülő azonnal mindig viszi a gyerekorvoshoz, hogyha egy kicsit náthás gyereket. Hát ezeket meg kell tanulni kezelni, nem kell a gyereket állandóan orvoshoz hordani. Olyan teák vannak, amelyek nagyon szépen csökkentik a kórokozóknak a terét, ugye vannak ilyen antiszeptikus teakeverékek, csökkentik a köhögést, a tüneteket, lehet gőzöltetni, ugye ilyen inhalálással, illóolajokkal, lehet a lázát csillapítani természetes módon, borogatással, nagy az egész testet befedő borogatása. 2-3 alkalommal beborogatják, akkor az lehúzza a legnagyobb lázat is. Hát persze, hozzá kell szokjon a gyerek, hogy nem a tablettát kapja, meg a nem tudom mit, hanem egy kicsit kellemetlen először, de utána jó élménye van, mert amikor lecsökken a láza ebbe a hideg borogatásba, ami pillanatok alatt fölmelegszik neki, akkor utána rájön, hogy ez egy jó dolog, ez az olyan, ami neki használ. Szóval az öngyógyítás az egy bizonyos szintig teljesen normális. Itt a nehézség az az, hogy ez a társadalom ez hozzá van szoktatva ehhez a gyógyszerközpontú egészségügyhöz, és amikor valaki az egészségtelen életmódjából akar váltani egy egészségesebb gyógyításba, akkor ott sokszor kell azért egy olyan orvos, aki hozzáért, hogy most akkor szabad ezt öngyógyítani, szabad ezt természetes módszerekkel kezelni, vagy nem szabad. De ez rövid válság, és nagyon hamar rá lehet jönni, hogy mi az, amit az ember kezelhet önmaga. Annyi sok felesleges gyógyszert írnak fel, koleszterin csökkentőket, különböző gyulladás csökkentőket. Prevencióból adnak úgynevezett protonsav, protonpumpa gátló gyógyszereket, hogy megelőzésként adtunk neki egy gyógyszert, és akkor adunk neki mellé protonpumpa gátló savcsökkentő gyógyszert is, hogy nehogy legyen neki, mintha valami vitamin lenne. Mintha bekapkodnék egy kis gyümölcsöt, hogy nehogy már valami másik bajom legyen attól a gyógyszertől. Rengeteg olyan gyógyszert szedetnek az emberekkel, amire semmi szükség nincsen. Cukorbetegségre. Cukorbetegség legfőbb módszere az a diéta. Úgy kell diétázni, ha már egyszer eljátszottam a hasnyálmirigyemnek a képességét, hogy helyre tegye a dolgokat önmaga, akkor most egy kicsit nagyobb lemondással kell olyan diétát folytatnom, amivel mégiscsak egyensúlyba tudok lenni életem végéig. Mert sok mindent még ki lehet szépen húzni az élet végéig, akkor is, ha bizonyos dolgokat elrontottam. Ugye a táplálkozás, ez egy fontos téma manapság, mert egyre kevésbé bízhatunk nem csak a gyógyszerekben, hanem az élelmiszerekben is. Az élelmiszerek azok ugyanazon erők által befolyásoltak. Ugye biztos hallják ezt a tücsökbogár és mindenféle kacatot bele darálnak. Nem tudom, láttak-e már egy mikroszkópos képet, hogy a bogárnak a szeme ott van a mikroszkóp képen,
amit beledaráltak a lisztbe. De nem csak ez a probléma ezzel, hogy undorító, meg a kukacok, hanem az a probléma, hogy olyan telepeken nevelik ezeket a jószágokat, amelyekben beleteszik a géneket, azokat a géneket, amivel valamit ártani akarnak nekünk. Tehát itt nem csak annyi van, hogy ronda a rovar és a kukac, és azt nem akarom megenni, hanem az is a probléma, hogy ha megeszem, akkor nagy eséllyel sajnos betegebb leszek, mint voltam. És itt minden erről szól. Aztán ugye az élelmiszerek nagy része, hát nem nagyon tudok olyan élelmiszeripari ágazatot elmondani, ami korrekt. Tehát a lisztipar, az édességipar, az olajipar, mindegyiknél ugye egy külön előadást tarthatnánk róla, hogy mivel mi a probléma, húsipar, tejipar. Ezek mind igazából olyan termékeket gyártanak tömegével, amitől betegebbek leszünk. Tehát ideje felébredni és megérteni, hogy élelmiszerek azok az egészségünk, egészségben maradásunkat kell szolgálják, és arra ez az élelmiszeripari kínálat, amit ma a világban adnak nekünk a szupermarketekben, meg mindenütt máshol, az alkalmatlan. Tehát el kell kezdeni bogarászni szó szerint, hogy mik azok az élelmiszerek, amit érdemes ennem. Nyilván amit én magam termelek meg tisztán a földön, az talán olyan, és ki kell alakítani olyan hálózatokat, közösségeket, ahol az ember be tudja szerezni a megbízható élelmiszereket. És lentebb kell adni az igényeket. Nem lehet két perc alatt elkészíteni egy jó minőségű ételt. Nem arra kell berendezkedni. Nem kell egyszerre 10 dolgot csinálni, hanem kevesebbet, hogyha nem tudom, hogy hogyan lássam el magamat egészséges élelmiszerrel. Jó, hát én azt hiszem, hogy még van 5 percem. Hihetetlen. Még ilyet nem éltem meg. Mindig az szokott lenni, hogy már túlhaladtam. Na jó. Van még több minden, amit így összeírtam támpontként, hogy miről szeretnék beszélni, de szívesebben szóhoz jutni hagynám a közönséget, hogyha valakinek van valami kérdése, észrevétele, vagy bármi, akkor egy 5 percet beszélgessünk még. Igen. Ha ki nem hallotta, az a kérdés, hogy működik-e még a hippokratészi eskü, amit be kellene az orvosok tartsanak, ezt oktatják-e az egyetemen? Hát, ugye a hippokratészi eskü az arról szól, erről van egy külön videóm fönn a interneten, a weboldalunkon is fönt van, ahol részletesen pontonként kigyűjtöttem azt, hogy a hippokratészi eskü az hol mennyi ponton van megsértve manapság ez az oltási cirkusszal is, és hogy mi az, ami már nem a hippokratészi eskü, amit belevarázsoltak itt az elmúlt 1-2 évben. Szóval a hippokratészi eskü az arról szól, amiről a szkítaság, hogy az szabályok, azok belülről kell jöjjenek. Azt nem kívülről kell ránk erőltesse valaki, hogy ha ezt nem csinálod így, akkor így és így eljárunk ellened. Tehát a hippokratészi szabályok azok a legbelsőbb erkölcsi, etikai elveink orvosoknak. És ugye itt volt az első alapvető nézeteltérésem a saját gyerekemmel, aki házi orvos, 37 éves, aki betéve tudja a gyógyszerkönyvnek a keresztreakcióit és az összes mellékhatást és mindent. És az az elve, hogy úgy akar gyógyítani, hogy ő
a jogszabályoknak mindenkor megfeleljen, és ne tudják őt vagy a családját ezért meghurcolni. Ugye az ember nem nagyon tud ezzel mit kezdeni, mert végül is logikus és bizonyos szempontból tisztelhető álláspont, de mégiscsak bukásra van ítélve. Ugye miért? Láthattuk itt a Covid áljárvány kapcsán, hogyha úgy csinálják meg a jogszabályokat, hogy az ne tudjon egészséget garantálni, hanem a gyógyszergyárak érdekében az eladást és ezt a sátáni célt, hogy az emberiség lélekszáma csökkenjen, ezt akarják ezekkel a jogszabályokkal elérni, akkor igenis kötelességünk az ellentmondás. Ellent kell mondani ennek, mert ez ütközik a legbelsőbb etikai elveinkkel. És az pedig az, hogy semmi módon nem ártunk a betegnek. Meg még sok minden más is, de ez az egyik elv. Ha ezt az orvos nem tartja be, akkor ő eltért a hippokratészi eskütől, és jó lenne, hogyha sok ilyen orvos ébredne fel. Mi azon vagyunk, hogy legyen egy ilyen közösség, akik még ha az első hullámban esetleg el is rontották, de most már legalább fölébrednek és tisztán látják, úgyhogy őket biztatjuk, hogy próbáljanak velünk kapcsolódni. Most van. Milyen újabb beetetésről tudsz, hogy mi várható, és hogyan érik el, hogy a jó nép megint megegye ezt? Kukacokon kívül? Én a járványokra gondolok, meg arra, hogy ugye egyszer már behűtették az emberiséget, de újra el fogják valahogy érni. Igen, hát csak néhány dolog, hát nyilván sokan tudják ezeket. Tehát az egyik ugye ez a klímahisztéria, amit keltenek. Most idehaz ez nem annyira erős, de az itt is csinálják, hogy minthogyha olyan melegség lenne, ami úgy nem volt soha, ami nem igaz nyilvánvaló. Tehát, hogy itt olyan forróság van, hogy ettől az emberek meghalnak, és intézkedéseket kell tenni, akár lezárásokat kell újra csinálni, ugye ezeket a lockdown intézkedéseket. El tudom képzelni, hogy a végén lesz forróság halál elleni védőoltás is, mert legalább ennyire elképzelhetetlen volt, hogy felnőtteket oltani kényszerítenek majd ugye az úgymond Covid vír, vagyis a SARS-CoV-2 vírus ellen. Mindenki csak hüledezett, hogy micsoda összeesküvés elméletesek, hogy ilyet beszélnek. Hát minden további nélkül ezt is le lehet törni az emberek torkán, akik mindig a tévét nézik, ugye? Tehát itt ez egy fontos kulcs, hogy ezt kell megérteni, hogy nem szabad kitenni magad annak, hogy keresztbe lőjönek. És ez a tévé. A tévé, az újság, a rádió. Oda teszed a füledet, tök mindegy, hogy te mit gondolsz most, hogy át az hülyeség. Oda teszed, újra oda teszed, megint oda teszed, és más van az agyadba. Ezt nem lehet elkerülni. Tehát az, aki nem dobja ki a tévét a mainstream hülyeségekkel, az komoly veszélyben van. Mert mindig megfontolja, hogy hát ha igazuk van. Akkor ugye a harmadik, vagyis a második ilyen, ezek a óriási katasztrófák, ezek a, ugye van több mint 100 ilyen harp mező a világon. Ez nagyon távolinak tűnik, de higgyék el, hogy ez így van. Ezekkel bármilyen időjárás bárhol elő tudnak idézni. És olyan viharokat, olyan teljesen ellentétes időjárást, katasztrófákat, mindent létre tudnak hozni, amivel az megint egy indok, hogy lezárásokat csináljanak. Itt lezárás, oltásra kényszerítés, olyan jogszabályok, amivel nem mondhatsz ellent, és így tovább, ezek a veszélyek, ezek az igazi veszélyek, de ezt nem lehet másként csak úgy, hogyha van sok ember, akik csatlakoznak hozzánk, vagy hozzánk hasonló
szervezetekhez, és azt mondják, hogy nem. Eddig, és nem tovább. Aztán van a... Igen. Csak még ezt a listát gyorsan legalább felsorolom. Tehát ugye van a háború, ami sajnos itt van a lábunk előtt, hogy ezt is, ha szerencséjük van, akkor be tudják indítani a háború. Aztán az újabb járványok, és ebben kulcspozícióban van, hogy ez a WHO szerződéseknek az elfogadtatása. A Covid konferenciánk jövő héten szombaton erről fog szólni. Ez az egyik téma. Igen. De azt is, ne higgyenek most már el semmit, semmit. Azt mondják, hogy hasmenés járvány van, azt kell megnézni, hogy mivel csinálták. Semmit nem szabad elhinni. Mindent hazudnak. Mindent. És mindennek az a célja, egyre kétségbe esettebben azt akarják hazudni, hogy az emberek alávessék magukat a lockdownnak, féljenek, beoltassák magukat, és így tovább. Tehát semmit nem szabad elhinni, mindent meg kell kérdőjelezni. Van még a lista, tovább nem mondom. Olvasgassanak ilyen témában. Köszönöm szépen a figyelmet.